Hát itt vagyunk a negyedik napon, és tegnap volt a Dragsteres nap, ami nagyon nagy meglepetéseket okozott, ugyanis olyan márkákat láttunk, amik nem arra készültek, mint amire használták őket. Tehát egyszerűen láttam egy 67-es autót, ami egy évvel idősebb, mint én vagyok. Az nem erre készült, hogy így járjanak vele, és mégis úgy tűnik, hogy a márkák ugye tovább élnek, bár nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy ezek az autóknak a nagy része izomautónak készült már eleve, tehát azzal a szándékkal hozták őket létre, hogy erősebbek legyenek mind a társai, és az emberek ezt használják gyakorlatilag arra, hogy az úton leversenyeznek másokat. Hát itt is úton versenyeztek másokat, de hát ugye 1500-2000 lóerők mozogtak. Na, szóval, tehát tegnap volt ez, a nap végén tartottuk egy meetinget, és a meetinget gyakorlatilag átbeszéltük az elmúlt napokat, és kezd a csapat most már eljutni oda, hogy lehet Magyarországon is olyan dolgokat hozzácsatolni egy márkaépítéshez, olyan dolgokat alkalmazni, ami otthon szokatlan, és amivel esetleg az ember kiváltja az ellenkezését a környezetének. Mert az, mikor valaki elkezd valami olyat csinálni, amit más nem csinál, akkor támadások érhetik, ez teljesen normális. Tehát az, aki fél attól, hogy szólni fognak neki a barátok, hogy nem így kéne, vagy úgy kéne, vagy ez nem megszokott, ne rakjál már akkor a feliratot, ne csináld ezt, ne csináld azt, annak nem biztos, hogy való maga a márkaépítés, akkor lehet ugyan 12-1 tucat dolog lesz. Ugyanis a marketingben, márkaépítésben nagyon fontos tétel az, hogy legyél más. Most úgy másnak lenni, hogy az ember nem különbözik, az nehéz. Tehát megnéztük azt, hogy egy réteg sport hogyan működik. Olyan autók, amik magánkézben vannak, lehet, hogy nincs is szponzorálva, hobbiból öntik bele a pénzt. Éppen Laci mondta, hogy az egyik autónak a motorjába. Ugye azt mondtad, hogy volt a motoblokkon ilyen dollárok voltak, mert a fickó ezzel szimbolizálja, hogy gyakorlatilag önti bele a pénzt ebbe a motorba. Hát, hogyha nézted a videót, vagy ha nem láttad, akkor tényleg érdemes megnézni azt a hosszabb videót, ami erről a Dragster versenyről készült. Itt megtalálod a videóim között. Hát, ott nézd meg, hogy milyen motorok vannak, ezek körülbelül mennyibe kerülhetnek, és ez egyfajta hobbi tevékenység. Na, de a mai napon elmegyünk egy olyan helyre, amit úgy hívnak, hogy SeaWorld. A SeaWorldről annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag a tengeri élővilág köré van tervezve maga ez a park. És akváriumok, rájasimogatók, és egy csomó minden érdekesség van, amit majd fogsz látni. De van kettő dolog, amit mindenképpen fel kell ülni rá. Az egyik az a Manta nevezetű hullámvasút, a másik pedig a Kraken. Ez a kettő, ez benne van a 10 legjobb hullámvasútban a világon, a 10 legnagyobban, és ezek közül az egyik az a második legmagasabb. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás lesz. Zsolt, várod már? Nagyon várom. Tessék, be vagyok itt. Oké, tehát 4G erőhatások lépnek fel. Egy pici tréning lesz arra, hogy az ember olyat csináljon, amit nem kíván. Ugyanis egy csomó minden van a márkaépítésben, amiről azt gondolná az ember, hogy ez mind olyan, hogy ez így magától jön és meg klassz lesz. De nem, hanem ez egy csomó kellemetlen van benne, az emberre figyelnek, az embert megszólják, bla bla bla. Ja, na mindegy, nem akarom ezt túragozni, ezt a kérdést, de gyakorlatilag a márkaépítés arról szól, hogy szokatlan dolgokat csinál. Az út annyira jól ki van táblázva, hogy igazából nem nagyon lehet eltévedni. Végig, ahogy haladunk, látható itt is egy tábla fölöttünk, tehát látszik, megyünk egyenesen tovább, aztán következik majd egy balra kanyarodó sáv. És már itt is vagyunk a SeaWorld bejáratánál. És ahogy lefordulunk, lehet látni ezt a tágasságot, ami jellemző ezekre a parkokra. A legnagyobb forgalomra is felkészültek, tehát itt is van előttünk vagy 4-5 sáv, ami elvezet bennünket a jegypénztárak is. Aztán
Aztán itt van a kék, a sárga és a zöld sáv. Ezek különböző parkolók, attól függően, hogy mennyit akarunk sétálni a bejárathoz. Mi most nem akartunk annyit mászkálni, ezért a zöld parkolót választottuk ki. És nyilvánvalóan minél közelebb áll meg az ember, ugye, annál drágább a parkolójegy is. És az, hogy nincsen parkolóhelykeresgélés, ugye most már látszik, hogy csupán szervezés kérdése. Lehet látni, a parkolók is olyan színnel vannak feltestve, mint amelyik zónába tartozunk, de hogy ne tévesszük el, ezért kedves alkalmazottak igazítanak bennünket irányba. Itt éppen nekünk balra mutatnak. Felmerülhet a kérdés, hogy honnan tudták, hogy hová kell bennünket irányítani. Hát nyilván a jegyünk is olyan színű, amilyen parkolóhoz tartozunk, így az útbaigazítók azt is látják, hogy merre kell bennünket küldeni. És itt elfordulunk, és elfoglaljuk a következő parkolóhelyet. Itt ki tudunk választani spanyol, angol, portugál térképeket, aminek a segítségével majd tudunk tájékozódni a parkon belül. És igen, bár még csak november eleje, illetve közepe van, már karácsonyi díszbe öltözött minden. Ez jellemző erre a területre, illetve egész Amerikára, hogy a karácsonyi vásárlást már ilyenkor próbálják meg egy kicsit felpörgetni. Kicsit furcsa itt a pálmafák alatt a karácsonyfa, de úgy tűnik, hogy az embereknek nagyon tetszik, és szívesen fotózkodnak előtte. És ahogy elhagyjuk a bejáratot, itt is van szembe velünk a Manta nevű hullámvasút, ami tulajdonképpen egy nagyon érdekes gondolatot vet fel. 15 évvel ezelőtt, mikor itt jártam ebben a parkban, akkor nem voltak ezek a hullámvasutak. Viszont ha már csupán az, hogy lehet állatokat látni közelről, az nem elég ahhoz, hogy a turistákat becsalogassák. És annyira csábító ez az attrakció, hogy nem is várunk tovább. Menjünk, üljünk is el erre a hullámvasútra, amit 2009-ben adtak át, és ami 1 km hosszú és 43 méter magasra visz fel bennünket. Fantasztikus ez a különleges hangulat, amit menet közben láthatunk. Mindenhol akváriumok, ráják úszkálnak benne, és már csak az vár ránk, hogy beüljünk hassal, lefelé, fejjel, előre a hullámvasútba. Pont úgy, mint egy rája. És menjünk egy kört!
egy fantasztikus napot töltöttünk el Floridában, Orlandóban, a SeaWorldben. A SeaWorld 1973-ban nyitotta meg a kapuit. És ahogy körülnézünk, lehet látni azokat az alapokat, amire épült ez a park, az óceáni állatvilágra, annak a bemutatására, és arra, hogy családokat szórakoztassanak. Ám az idő igencsak eljárt fölötte. 15 évvel ezelőtt, mikor itt jártam, még nem voltak hullámvasutak. Illetve nem voltak ezek a nagy hullámvasutak, mint a Manta és a Kraken. A Sky Tower, amivel fölmentünk a magasba körülnézni, 1973-ban nyitott meg, amit 1998-ban a Journey to Atlantis átadása követett, ahol jól eláztam. Ez már egy picit mutatta, hogy merre fog fejlődni maga a SeaWorld. És igaz, hogy az állatok bemutatására indult a park, de úgy tűnik, hogy az embereket sokkal inkább a kalandok érdeklik, és ennek megfelelően folytak a fejlesztések. 2013-ban nyitotta meg az Antarctica Empire of Penguin Birodalom a kapuit, ahol a pingvinekkel találkozhattunk, majd 2009-ben nyílt meg a Manta, és a Kraken 2000-től fogadja az embereket. És hogy mennyire ez az irányzat, most épül éppen a Mako, ami 2016-ban fogja megnyitni a kapuit. És egy szót hadd mondjak a Makóról. Ez egy úgynevezett Hyper Roller Coaster lesz, egy hiperhullámvasút, ami 61 méteres magasságával, 1,5 kilométeres hosszával és 117 km per órás sebességével a legnagyobb lesz Orlandóban. És ha picit körülnézünk, akkor lehet látni azt, hogy itt ebben a parkban összehasonlítva a Disneyvel és összehasonlítva a Universallal sokkal kevesebb ember van. Nincsen tömegnyomor, de hogyha megnézzük az embereket, akkor inkább családok sétálgatnak, nézelődnek, mint egy parkban. Ez a nap inkább a lazulásról szól, tehát hogyha valaki ellátogat ide, akkor érdemes egy olyan napnak beiktatni, amikor az ember picit szeretné kipihenni magát. Ez a nap különösen érdekes volt a márkaépítők számára, ugyanis május elején van a termékfejlesztés modul a Falcon Márkaépítő Akadémián, ahol megnézzük azt, hogy merre érdemes fejleszteni egy cégnek a saját szolgáltatásait, és merre felé fog fejlődni egy márka az évek során. És erre a SeaWorld egy gyönyörű példa. Gyönyörű példa arra, hogy nem mindig arra felé megy a fejlesztés, mint ahogy elindult annak idején a koncepció. És ebben a hatalmas, gigászi versenyben jól látható, hogy hogyan kanyarodnak el a fejlesztések abba az irányba, amerre az emberek érdeklődése mutat. De erről bővebben az akadémián beszélünk, illetve a könyvemben az Építs te is márkát, vagy Legyél te a márka című könyvben olvashatsz.